Blatt István köszöntöm itt színpadon, aki, mint említettük és olvasható is, hogy művészetterapeuta. A Pénzügyernek otthon vezetője, és hát a téma a népművészeti korváti szimbólumok a művészetterápiás folyamatban. Hallgassuk szeretettel az előadását. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Én a Pécsi Gyermekotthonban dolgozok immár 30 éve, és biológia rajszakos tanár és művészetterapeuta vagyok, úgyhogy kicsit ilyen tudomány közé lesz az előadásom, tehát lesz benne pszichológia, lesz művészeti problémák. Annyit talán a gyermekotthonról, hogy ugye ott állami gondoskodásban élő, pontosabban gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek vannak, a legkisebbek csecsemők, a legnagyobbak 20 évesek, fiatal felnőttek, utógondozottként, csecsemőotthon, kamaszok, stb. Mindannyian elvetett gyerekek, olyanok, akiknek nem nagyon, a szüleiknek nem nagyon kellenek, mindegyik traumatizált, mindegyik sérült, és hát velük foglalkozom, és a népművészet feldolgozása alkotó módon, ez az ő lelkük gyógyítását szolgálja. Ezen kívül tanítottam a Szentmór Katolikus Iskola Központban, tehát normál családban élő gyerekekkel is foglalkoztam ezzel a módszerrel. Tehát itt egyrészt mind rajzpedagógiai módszer, egyrészt mind művészetterápiás módszer jelenik meg, és a gyerekrajzokat, amit majd látok is vegyesen, tehát katolikus iskolás és gyerekotthonos gyerekek rajzait is fogjátok látni. Tulajdonképpen egy kis elméleti bevezetéssel, egy ilyen néprajz tudományi kérdéssel fogok foglalkozni, és ebből bontom majd ki, hogy ebből hogy jutok el a terápiás hatások, illetve, hogy a népművészet nem csak mintát ad és értéket ad, hanem lélekgyógyító, lélekrendező hatású. A népművészeti formákat édesapám öröksége nyomán nem másoljuk. Nem szeretem az olyan kifestőkönyveket, egyáltalán kifestőkönyveket sem, de olyat sem, amik népművészeti formákat mutat, és azokat kell kiszínezni, vagy kiszínező könyveket, hanem mi a népművészeti formákat alkotó módon dolgozzuk föl. A gyerekek tovább alkotják ezeket a formákat, hogy látni fogjuk. Itt már többször szó volt, éppen Szatyor Győző mondta, hogy az ormánságból jött. Kiinduló pontként mi is egy ormánsági településnek a csodálatos kazettás mennyezetű templomát dolgozzuk föl. Ez a kis ormánsági falu, ez Kóros, ahogy látjuk is, és ahol még már nagyon elhagyatott kis falu van, amikor 5-600-an lakták, most már csak 200-an, és még azért nyomokban lehet látni a régi parasztházakat elég rossz állapotban. És itt van egy csodálatos templom, a Kórosi Református templom, amelyben be fogunk menni, és ezt fogjuk feldolgozni. Az ormánságban rengeteg ilyen református templom van, ahol gyönyörű kazettás mennyezetek vannak. Ezeket a kazettás mennyezeteket, ebből csak egy 3-4 templom, ahol ez látható, tudni befestették. Tehát ezek eltűntek, lefestették, levakolták. Viszont Zentai Tünde néprajzkutató egy hatalmas gyűjtőmunkát végezve föltárta az ormánságban ezeket a templomokat, megkaparva festéket jöttek elő a gyönyörű hímzett, vagy pontosabban hímes mennyezetű padozatú templomok, és most elindult egy ormánságban egy folyamat, hogy ezeket a kazettás templomok kazettáitról letisztítani a rámázolt festékréteget, hogy újból fölragyogjanak a gyönyörű hímzett motívumok. Viszont egy eléggé megdöbbentő gondolatot is olvastam Zentai Tündének a
könyveiben, amellett, hogy egy hatalmas, tényleg értékmentű gyűjtő munkát végzett. Azt állítja, hogy az 1470-es években Itáliából Mátyás király udvarába érkezve és onnan kisugárzó reneszáns stílus több mint két évszázadig uralta hazai művészetet. A 17. században belőle nőtt ki a népművészet, amelynek révén a reneszánsz egy új második életet nyert, hiszen motivumait a vidéki iparosok még a 19. században is közvetítették, és a paraszti kézi munkákon pedig a 20. századig fönnmaradtak. Mint hogyha ez azt sugallná, hogy nekünk nincs is saját népi kultúránk, hanem mi ezt az olaszoktól vettük át, és mintakönyvekből ezt másoljuk már évszázadok óta. Engem ez nagyon fölháborított, és elkezdtem ezen gondolkodni, és nagyon izgalmas dolgokig jutottam el. Tehát igazából ez egy inspiráló szöveg volt. A néprajztudományon belül van egy ilyen megközelítés, aki ezt gondolja. Ez nem azt jelenti, hogy az összes néprajztudós ugyanezeket az elveket vallja, hiszen a magyar népzenében az ázsiai gyökerek, az ázsiai eredetet, Bartók, Kodály és rengeteg művészember, zenészember felfedezte, és most is folyamatosan fedezik föl. Azért szerencsés a népzene kutatás, mert zenészek, Bartók, Kodály kutatják a mai napig is a népzenét, ugyanez sajnos a néprajz tudományban nem következett be. A rajz, tehát a népművészet, a tárgyi népművészet terén. Huszka József és más rajztanárok kutatták. Sajnos a néprajztudományon belül óriási viták voltak a rajztanárkutatók és a történelem szemléletű néprajzosok között, és kicsit a rajztanári szemlélet kiszorult, ugye Huszka József tanait is megkérdőjelezték, és kiszorult a néprajztudományból, és a rajztanári szemlélet az szép lassan kikerült, és hát ezért születtek ilyen gondolatok. Viszont ennek nyomán elkezdtem gondolkodni, hát ugye ez Mátyás király pajlotája így nézett ki, ilyenek voltak a Mátyás király kazettás mennyezetű palotái, ezek fennmaradtak feljegyzésbe, hát ez nagyon más, mint a korosi református templom. Ugyanennek az itáliai reneszánsznak a népi változatát Isztriában megtaláljuk, azt láthatjuk, hogy ugyanazokat a motivumokat ismételgeti a művész. Ezzel szemben a magyar kazettás mennyezetű templomoknál nincs két egyforma kazetta, minden egyes kazetta egyedi alkotás. Erre mondta édesapám, hogy ez népi képzőművészet, hiszen mindegyik egy önálló alkotás. Tehát itt már egy alapvetően más, mint a nyugat-európai vagy itáliai szemlélet jelenik meg. Nem is beszélve, ugye itt látjuk a kódexeket, Mátyás király udvarából a korvinákat, hogy ennek a motivum világa mennyire más, mint a magyar népművészeti. Tehát ezért ezek így érzésre is lehet látni, hogy ez egy idegen a kettő egymástól. És hát itt látjuk a magyar népművészet gyönyörűségeit. Most, hogyha az itáliai reneszánsz kerámiák mellé egy török kerámiát teszünk, itt azért nagyon látszik a különbség, és valahogy ez, mintha jobban emlékeztet a magyar hagyományokra, a magyar népművészetre, bizonyítván, hogy itt valamiféle ősi ázsiai kapcsolatról kell beszélünk, nem is beszélve, hogy a magyarok mégiscsak Ázsiából jöttek, és hoztak valami hihetetlen értéket. Itt is ugyanezt látjuk, egy török motívumot és egy itáliai reneszánsz motívumot. Aztán nézzük meg ezeket az üzbég motívumokat. Hát szinte akár magyar népművészeti forma is lehetne, pedig hát ez a mai üzbég népművészet. Aztán itt van egy török hímzés, és itt meg egy somogyi kendő részletet láthatunk. Mind a kettő édesapám gyűjteményéből való. Hát azt hiszem, hogy itt a török motívum és a somogyi kendő részlet kiállt egymást, tehát szinte üvölt, hogy
hogy mennyire ugye hasonló formáról, de maga ezek a, mint a szélfúta formák ugyanitt itt is megjelennek, tehát ez a féle kompozíciós rend és vonalvezetés nagyon rokon egymással. Hát aztán itt van a döbbenet, ez egy kalota szegi minta, egy matyóhímzés, itt meg egy ujgur női csizma. Döbbenetes a hasonlóság, pedig hát itt több ezer éves távolság van, hiszen az ujguroktól a magyarok már nagyon régen, akár biztos, hogy 1000-2000 éve már elváltak egymással. Hogy térben és időben ilyen távolságra lévő két népnek ennyire hasonló a népművészete? Hát ennek van magyarázata, csak ezt egy másfajta szemmel, egy rajztanári szemmel lehet értelmezni. Itt is látjuk Dél-Kelet-Kínának a ázsiai motivumvilágát, és itt szintén a matyó hímzést, és nagyon látjuk a rokonságot. Hát a megfejtés a következő, amiről már édesapám is beszél, és ugye neki rajztanárként nem volt könnyű a néprajztudomány mellett megírni a könyvét, sok támadást kapott, hiszen ő elsősorban rajztanári szemmel, művész szemmel, a vizuális nyelv tanításával, értelmezésével közelítette meg a népművészetet, hiszen rajztanárok számára, rajzpedagógia számára készítette el a könyvét. A Népművészet alaktana című könyvében fejtei ki, hogy ebben a fejezetben a népművészeti tárgyak néhány olyan művészi sajátosságaira kívánjuk felhívni a figyelmet, amelyek a rajztanításban lényegesek, és mint minden művészi alkotásnak, a tárgyi népművészet alkotásának is megvan a maga művészi formái. A formák részekből, elemekből tevődnek össze, ezek a formaelemek rendszert alkotnak. A népi művész mindig bizonyos elvek szerint válassza ki, hangolja össze a rendszerbe tartozó elemeket, alakítja ki a kifejező eszközöket. Tehát rendszerről beszél, rajztanári szemmel. Hát ahogy van nyelvtan, van nyelv, van magyar nyelv, a magyar nyelvnek van egy szerkezete, a magyar nyelv szerkezetéből adódóan van a magyar nyelv, a magyar embernek egy gondolkozásmódja, ahogy van angol nyelv, és annak is megvan a maga struktúrája, és van egy német nyelv, aminek szintén megvan a maga logikája, és a német az németül gondolkodik, az angol angolul, a magyar magyarul, ugyanúgy a vizuális nyelvnek is megvan a maga rendszere, és megvan a maga gondolkozásmódja. Hát mi a csuda lehet ez az ázsiai gondolkozásmód a vizuális nyelv terén, amire annyira sajátos a magyar népnél, és amennyire nagyon elkülönít bennünket a nyugat-európai népektől. Szintén édesapám könyvében már ezeket a kérdéseket pedzegeti. Képünkön az első két díszítmény barokkos vázában helyezett virágcsokor, az egyik svéd, a másik osztrák munka. Származásukat tekintve akár föl is cserélhetők. Ezek a csokrok Skandináviától az Apennini félszigetig ismertek. A harmadik díszítmény hollandi tulipán térbeliségét megtartotta, és a 18. század érzelmes polgári ízlését tükrözi. A norvég, a belga, a svájci díszítményeken sem nehéz a történelmi stílusok utánérzéseit megállapítani. Tehát van egy nyugat-európai gondolkozásmód a nyugat-európai népművészetben, és ezzel szemben van egy másfajta gondolkozásmód. Itt részletesen a vonalvezetéseket, a kompozíciós rendeket ebben a fejezetben tárgyalja édesapám. Egyet kiemelnék, amit ezen az oldalon láthatunk, a simuló vonalrendszer is megtalálható a magyar és rokon keleti népek művészetében. Szürhímzéseinken, fafaragásainkon a motívumok nem lazán tapadnak egymáshoz, hanem sűrűn, szinte katonás rendben sorakoznak, de közéjük helyezett lendületes vonalak minden merevséget feloldanak. Az ilyen kompozíció rendkívül tömött folthatású.
Tehát itt ő már egy párhuzamot tesz a nyugati, európai népi gondolkozásmód, formaképzés és a magyar, amelyik a keleti rokon népekkel rokon. Menjünk tovább. Hát mi lehet ez a sajátosság, ami ez a vizuális gondolkozásmód, ami az ázsiai népeket összeköti, és így a magyar népművészetet? Itt látunk üzbég motivumokat. Tulajdonképpen nem díszítmények ezek a formák, hanem ezek az életről szólnak. Nézzük meg, itt van egy növény, amely bontakozik ki, növekszik, a szirmai végén újabb szirmok jönnek elő, szinte burjánzik, ágazik, szerte széjjel, ahogy ezeket a formákat is nézzük, ahogy a természetben a bozót, a fák, a bokrok, a növények, az indák egyik a másikból nő ki. Tehát a természetben folyamatok vannak. A természet életében is, és egy-egy növényi formának a világában is folyamatok vannak. A keleti ember ezeket a folyamatokat ragadja meg. A nyugati ember az elzárkózik a világtól, a természeti világtól, a természeti világból lekerít egy kis részt, és abban megcsinálja maga kis világát, aztán egyre nagyobb részt vesz el ebből, hatalmas ugye, világvárosok jönnek létre, amit a természetből szakít ki. Ezzel szemben a keleti ember az benne akar élni a természetben. A természettel összhangban, harmóniában kíván élni, és ez tükröződik az ő gondolkozás módján. Ha megnézzük ezt az erdélyi református templomot, is azt látjuk, hogy ebből a virágból további formák bontakoznak ki és nőnek, hogy ez a honfoglaláskori tarsoly lemeznél is láthatjuk. Vagy például itt a kazettás mennyezetről, hogy ebből a virágból nő ki egy másik virág, ahol itt is ugyanezeket a folyamatokat látjuk. Tehát ezek hihetetlen fontosak, ezek a folyamatok, hiszen a mai ember szakaszosan él, nem folyamatban gondolkodik. Úgy él, hogy most nézem a tévét, és akkor bejön egy reklám, egy oda nem teljesen illő dolog, aztán folytatódik a film. Vagy bemegyek matek órára a gyerekként, aztán utána jön magyar óra, majd pedig fizika jön, aztán történelem óra. Egyiknek igazából sok köze a másikhoz nincsen. Ezzel szemben a keleti ember folyamatokban gondolkodik, és a magyar népi, és a magyar parasztember, aki a természetben élt, szintén ezekben a folyamatokban létezik és él. Ha töredékében éljük meg a világot, nem folyamatában, hanem ilyen szakaszolva, az megbetegíti a társadalmat, megbetegíti az embert. Például ma nagyon elterjedt borderline személyiségzavarnál is az ilyen ember szenvedő rajzain ezt a töredezettséget látjuk, és nem pedig a folyamatokat. Tehát akkor alkalmas ez a fajta keleti gondolkozásmód, vizuális nyelvi gondolkozásmód, ami a magyar népművészetben benne van, hogy lelket gyógyítson, hiszen helyreállítja a folyamatban való létezést és gondolkozást a töredezettség helyett. A mi református templomunknak ez két részből áll, ez az 1700-as évek második felébe készült régi rész, és itt látjuk ezeket a motivumokat, és az a döbbenetes, hogy mennyire hasonlítanak a honfoglaláskori motivumainkra, illetve szintén láthatók ezek a folyamatok, amik hát így itt sorba ugye jelennek meg, hogy ebből a növényből nő ki, de mi rengeteg példát látunk. Hát azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél, hogyha ezt a formát meg ezt a kettőt egymás mellé tesszük, itt van a szellemi rokonság és kapcsolódás, hogy itt a magyaroknál egy hagyomány van, amit mi hozunk Ázsiába, és a mai napig is él a magyar motivumkincsbe. És akkor ennek rengeteg példáját látjuk. Itt is nagyon szépen lehet látni, hogy itt van ez a növény, akkor abból egy tulipán, abból kinő egy levél, és akkor egy szírom is, abból újabb szírmok ágazódnak ki, ahol itt is növekszik és burjázik, és újabb formák jönnek elő, hogy a természetben zajlanak ezek a folyamatok, vagy hogy a madár is átalakul növényi, és ott is a folyamatok jelennek meg. Itt látunk gyönyörű példát,
hogy a honfoglaláskori hajfonat korongokon a gríf-szerű állat forma elnövényesedik, növényi formák jönnek ki belőle, és szintén a rokonságot a korosi református templom kazettáján. Szintén is, itt is erre látunk példákat. Aztán itt van egy folytonosság, itt van a református templomunknak a kazettája, itt van egy honfoglaláskori övvég, és itt van a pécsi bazilikából származó kőfaragvány. Itt nem ugyanaz a formák ismétlődnek, hanem nem tudom, hogy mennyire lehet látni, itt egy félig kinyílt levélforma van, itt meg egy teljesen kinyílt levélforma. És itt is láthatunk, hogy ez egy zárt forma, ez egy nyitott forma. Tehát itt is folyamatok jelennek meg. Nem ugyanazt a motivumot ismételgeti Unos Untalan, mint a nyugati ember, hanem folyamatok jelennek meg. Vagy például nézzük meg itt, hogy itt van egy bimbós állapot, és itt már egy kinyílt tulipán állapot, de itt is a két formája, hogy itt itt a bimbós állapotból egy kicsit jobban kinyílt, és itt egy teljesen kinyílt tulipán van, hogy szinte egyetlen egy formán belül a tulipán kinyílásának kétfajta fázisát dolgozta egybe a népművész, és szintén a folyamatra utal. Vagy például ennek a tovább nyílása, ahol már szinte ugye ez a bimbós forma teljesen kinyílik és teljesen kivirágzik, tehát szintén nagyon jól lehet megfigyelni ezt a folyamatot. És akkor a gyerekek rajzai, akikkel ezt átbeszéltük, hogy próbálják ezeket a formákat folyamatban érzékelni és értelmezni. Ezek gyerek otthonos gyerekek rajzai, itt különböző fázisokat feldolgozza. Természetesen nem másolja ezeket a formákat, hanem átalakítja a maga gondolkozásmódjának megfelelően. Aztán a korosi református templom új szárnyát látjuk, amit 1834-ben készült, ezt hozzáépítettek a templomhoz, Gyarmati János asztalos mester készítette, ahol fölfestette a csillagos égboltot a mennyezet kazettára. Itt például a Szaturnuszt látjuk a gyűrűjével, itt a Mars csillagot látjuk a maga vörösségével, és itt a Jupitert körülötte a bolygóival. Van olyan templom, a patapoklosi, ahol oda is írta a mester, hogy Jupiter, Mars, Szaturnusz. Nagyon érdekes, hogy ezt lefestették, és úgy kellett a festék réteget lekaparni. El akarták tüntetni, hogy ez konkrét csillagra utalna. Aztán látjuk a hattyú csillagképet, tehát csillagképek is megjelennek, sőt, mély ég objektumok, például spirálgalaxisok is megjelennek a kazettákon. Hát hogy a csodába tudta ez a ember, Gyarmati János az ormánságban, hogy volt neki ilyen műveltsége, hogy ilyen csillagokról tudott? Hát nagyon meglepő a dolog. Tudnélik, Gyarmati Jánosnak a nagyapja az egy református prédikátor volt, és itt látjuk az első csillagászati tankönyvet, amelyet 1814-ben Katona Mihály református lelkész írt, aki egy falusi lelkész volt. Tehát egy falusi lelkész ír egy csillagászati tankönyvet. Tehát a falusi lelkészeknek olyan műveltségük volt, hogy nem csak az ősi kultúra, nem csak a teológia, hanem a legfrissebb tudományos eredményeket is ismerték. Ebben a könyvben a Francia Királyi Akadémiának az évkönyveiből idézeteket találunk. Ezekben az évkönyvekben jelentek meg ezeknek a mélyég objektumoknak az ismertetése, amit most fogunk látni. És hát miért festettek föl a kazettás mennyezetre ilyen kazettákat, hogy a szakrális térben megjelenjen a kozmosz, a világmindenség, hogy azon keresztül az Istennek kerüljenek kapcsolatba az ott imádkozó és szertartáson résztvevő református atyafiak. Az idő rövidsége miatt most nem olvasnám föl, mert itt van a kezemben ez a könyv, az első csillagászati könyv, de hát itt nagyon szépen, gyönyörűen leírja, hogy miért van szükség a csillagos
világos égbolt ismeretére, mert azon keresztül a teremtővel kerülünk kapcsolatba, és az emberek iránt érzett szeretet is elmélyül bennünk. Tehát ez nem egy utólagos belemagyarázás, hanem az akkori kor irodalmában ott van, hogy miért volt fontos számukra. Most azért hozzá kell tenni, hogy a mai embernek, átlag embernek nincs csillagászati műveltsége, mert hogy nem is nagyon nézi az égboltot, mivel hogy nem is látja a csillagokat, mivel akkora fényszennyeződés, hogy nem lehet látni. Viszont az akkori kor emberét nagyon érdekelték a kozmosznak a világa. Nézzük meg egy csillagbölcsőt. Itt az Orion csillagbölcső jelenik meg, csillagköd. Azért csillagbölcső, mert csillagok születnek benne. Ma így látjuk a Hubble teleszkópon keresztül. Viszont az akkori ember így látta, tehát itt van lerajzolva ebben a csillagászati könyvben, a Francia Tudományos Akadály csillagászati könyvében. Nézzük meg, hogy 1, 2, 3, itt vannak a csillagok, itt van egy kis csomó csillagokból, itt is megtaláljuk ezt a kis társaságot, és itt van egy különálló csillag, tessék. És egy akkori korabeli távcsőben, egy Newton teleszkóp, ezt így lehet látni. Itt is megvan a három csillag, itt középen egy kis csillagok így kis csoportban, és itt ez a különálló csillag. Nekem van egy ilyen Newton teleszkópom, úgyhogy le is ellenőriztem, hogy ez tényleg így van. Na most a csillagkötők kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekek számára a születés csodájáról beszélünk, hiszen csillagok születnek a kozmoszban, és ezeket a képeket látjuk. Most gondoljuk el, hogy olyan gyerekek, akik már nem születésük pillanatától traumatizálódtak, mert nem vár gyerekek, csak nyug a szüleiknek, nem számított az anyja rá, aztán előbb-utóbb gyerekotthonba kerülnek, mert arról, ilyen témákról, hogy születés, ilyen gyerekekről, hogy te megszülettél, és ez milyen csodálatos dolog, amikor állandó öngyilkossági késztetése van, nem lehet direkt módon beszélni, de lehet a születés csodáját feldolgozni egy csillagköt segítségével. Milyen érdekes, egy családban növő gyereknek a kompozíciója teljesen betölti a képet, ugyanakkor egy intézeti gyereknek a rajza, hogy szinte egy a képmezőre így lecsúszik ez a csillagköd, és itt van árván ez a kis kozmikus kis fiú vagy gyermek, aki megszületett ebbe a csillagködbe. Teljesen gyönyörűen fejezi ki az ő elvetettségét ebben a képben. Itt kis babák jelennek meg ebbe a csillagködben. Aztán folyamatok is megjelennek, természeti folyamatok ezeken a kazettákon. Ugye a 12 zodiákus, 12 csillag jegy, illetve csillagkép kifejezi a 12 hónapot. Ugye itt a jégen járó január, a bakhavát látjuk, amikor ugye a bentben van minden, és kívül a hideg az Úr, és ez jelenik meg a mi kazettánkon is, hogyan, mi módon, mindjárt kiderül. A kőszáli kecske, aki ilyen sivatagos területeken él, fejezi ki, hogy az ínséges területeken is lehet élni, és ez a hurok, ez a megkötözöttségre utal, a téli hideg megkötözöttségére, és ugyanakkor egy nagyon fontos motívum, itt a sárkány a kínaiaknál, a csoda gyöngyöt őrző kínai sárkányok. Itt van egy festmény is, egy kínai festmény, a két sárkányról, amit őrzi itt a felhők között ezt a napot, ezt a csodanapot, és itt van egy székelykapu, ahol ugyanezt látjuk. Itt vannak a sárkányok, és itt van középen, ott őrzik a napot. De nagyon döbbenetes, hogy a keleti zsidóságnak a szent könyveibe is megjelenik ez a forma. A nyugati keresztény kódexekben nincs. Ez csak a zsidóságnak a régi középkori kódexeiben jelenik meg, ugye itt látszik ez a két alak, akik itt a nyakuk összetekeredett és a napot őrzik. Ezt a zsidóság szintén keletről hozta, tehát egy teljesen keleti motívumról van szó. És akkor itt van a megfejtés, ugye itt van a bak
jele, itt a szarva stilizált formában, itt van ez a hurok-farok, itt a másik oldalon is, és őrzik a napot. A nap már csirát bontott, megszületett a fény, de nincs ereje a napnak. Tudnék, a téli napfordulón túl vagyunk, a nappali órák száma növekszik, az éjszakai órák száma csökken, leáldozóban van a nap, vagy a leáldozóban vannak a csillagok, az éjszaka egyre több a fény, de még nincs olyan ereje, hogy a havat, a jeget felolvassa, mert ezek a sárkányok őrzik bizony ezt a napot. Igen, kicsit fölgyorsítom, és hát itt látjuk a gyerekeknek a rajzait. Ezek normál családban lévő gyerekek rajzai, ez már a gyermekotthonos gyerek rajza. Itt már bizony agressziók is megjelennek, és milyen érdekes, hogy itt a két sárkány már nem szimmetrikus, és hát itt azért nagyon komoly küzdelmek és traumák jelennek meg, és harcok jelennek meg itt a napot őrző csillagok között. Tehát itt vannak a lelki dolgok. Vagy például itt már teljesen szétesik a kép, szintén a traumatizált intézeti gyermek rajzám. Itt ez kita aranytárgyal, ami megint ugye keleti forma, ugye a halak időszaka átmegy a kosba. És itt is ugyanezt látjuk, hogy a halak jele átmegy a kos jelébe. Tehát folyamatról van szó. Nem arról van szó, hogy idáig most tartott a halak, most hirtelen kos van, duzzadnak a rügyek, és egyszer csak kipattannak, de van olyan fa, amelyikben még duzzadtak a rügyek, míg a mellette lévő fán már kipattantak a rügyek, és már megjelentek a levelek. Tehát a természetben nem szakaszosan jelennek meg a dolgok, hanem folyamatában. És gyönyörűen fejezi ki ezen a kazettán a mester ezt a folyamatot. És akkor ugyanígy így a gyerekek rajzaiban is ezt így látjuk. Ezt a folyamatot. Tulajdonképpen az idő rövidsége miatt ennél többet most nem tudok mutatni, de azért lényeget sikerült megvilágítani, hogy itt, amit a magyar népművészet ad nekünk, pontosan az a fajta vizuális, képi, nyelvi gondolkozás, amely folyamatokban gondolkodik, akár egy formán belül is, akár egy időszakon keresztül is, és az emberi léleknek, a mai ember lelkének pontosan ebben a folyamatban való gondolkozásra van szüksége, szemben a lelkünket mérgező, szétdarabolt, széttöredezett, egymással össze nem illő időfolyamatban, ahogy ma élünk a rohanó világban. Ezért tud a magyar népművészet az Ázsiából hozott ősi tanúságokkal lelket gyógyítani. Köszönöm a türelmet. Figyelmet. Köszönjük szépen István gondolatait. Érdekes ugye azt látni, az ember szembesül sokszor azzal, hogy a saját nyelvet, forma nyelvet, vagy annak az olvasását veszítjük el. Tehát amikor a saját kultúránkra is már úgy tudunk nézni, mint valami távoli, egzotikus kuriózumra, ugye ez az az állapot, amiről András vagy Bertalan is beszélt, hogy szűkebb körben még megy, és viszik tovább, de mintha indiai motivumot vagy zenét hallgatna, teljesen másként a saját nagyszülei vagy dédszülei kultúrájára is. Tehát a jelentés tartalma, tartománya a vizuális elemeknek is, ha csak a népviseletre, de bármelyik elemre gondolunk, mindegyiknek tehát megvolt, mint a rangjelzés. A korjelző a színtől, a viseletelemektől, a motivumoktól, férjezett, nem férjezett, az állapot, az anyagi, az egyéb státuszokra vonatkozólag, és ezt tudták olvasni. Idézőjelben mondom, most nem a katonás példaként, mint a rangjelzéseket. És ma ezt már esztétizálva nézzük nagyon sokan, hogy hú de szép, érzünk belőle valamit. Mint egy nem tudatos vallásos tevékenység, tehát a tudomány azt mondja, hogy kriptovallásos, ugye? Tehát, hogy ne feleljek aznap, hogy kőre álltam én. Hát attól függ, hogy felelek aznap, hogy kőre álltam. Ha hiszek benne, vagy úgy vélem, és ezzel a belsőmet nyugtatom, akkor lehet ennek pozitív hatása ebben a formában. Tehát, hogy próbáljuk meg olvasni azt, mert fantasztikus irodalom, és erre volt jó István előadása többek között, illetve hát a gyerekek speciális helyzetben, a gyerekek esetében hogyan használható, alkalmazható. Még egy gondolatot ehhez,
és nem akarom az időt az átvezetésekkel hosszan nyújtani, de nagyon fontos. Ugye alaptétel a pedagógiában, hogy az egyed fejlődése a törzsfejlődést gyorsítva éli meg, utánozza. Ez az audialitásban, a zenében, a vizualitásban mindenfélében tetten érhető. Tehát ha vizuálisan nézzük, ugye akkor a krikszkrakszokból, a pálcika embertől, kétdimenzió, a gyereknél abból derül ki, hogy valakit szeret, vagy valakitől fél, vagy kevésbé szereti, hogy nagyra rajzolja. És teljesen mindegy, hogy térben a papíron hova teszi. Tehát nincs térrend, szervezőrend, nincs perspektíva. Az egyiptomi ábrázolásban is ugye nem szemből ábrázolták, mert nem tudtak mélységet ábrázolni, hanem oldalról ábrázolták, ugye a testet körül tudta rajzolni, és az arc sziluettjét ábrázolta. És ilyen szempontból, ami nem azt jelenti, hogy én kategorizálom a népművészetet vizuálisan arra, hogy az egy egyszerűbb szintű, vagy ne adj Isten sokszor helytelenül, hogy primitívebb lenne. Mert nagyon fontos világa van, törvényszerűségei vannak, és az adott formanyelven belüli szabadsági fokokat élik meg azok az alkotók, akik alkotnak és alkothatnak. Legalábbis alkothatnak azon kívül is, tehát joga van egy művésznek a tiszta forrásból meríteni, és extravagáns dolgot és az ottani törvényszerűségeket figyelemben nem bevőket is csinálhat belőle, és az lehet zseniális művészi szempontból. Csak az adott közösség szempontjából, mondjuk ha ott lett volna, akkor az azonnali cenzúrával fenyékbe billentik, hogy hát ezt mi nem így szoktuk. Az ő ízlésének nem felel meg. És a közösségen belül pedig nem mindenki ugyanúgy csinálja, hanem a közösség ízlésburkán belüli szabadsági fokokon választhatja meg, hogy ő meddig mehet. És hogyha már azt a bizonyos lufit belülről feszíti egy adott irányba, akkor visszahúzza a közösség. Ez nem a miénk. Vagy ki közösíti az iratlan törvényben.